Önök mire gondolnak, ha meghallják azt a szót, hogy gyermekvédelem? LMBTQ propagandára? Családjuktól elszakított gyerekekre? Leányanyákra? Mitől kell igazán megvédeni a gyermekeket? A magyar állam jól csinálja ezt? Különböző vélemények az asztal két felén, ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok, gyermekvédelemről beszélgetünk, nagyon sokféle szinten és nagyon sokféle megközelítésben reményeim szerint. Bemutatom a négy vendéget. Acél Anna pszichológus, gyermekvédelem, védhető-e a gyermek? Két olyan képzés megszületésénél voltam ott, amelyek a gyermekvédelemmel szoros kapcsolatban vannak. Petri Bernadett, a 21. század intézet kutatója. Szexuális tartalomra vonatkozó korlátozás más tagállamokban is megjelenik. Az a minta, ami a magyar jogszabályban megjelenik, hatályban van Litvániában. Ez visz minket ahhoz a felismeréshez, hogy ez ismét a kettős mérce esete, hol marad a jogbiztonság. Mérő Vera író jogvédő. Évszázados adóssága a mindenkori kormányoknak, hogy sok helyütt az országban ma is a Móricz-i időket idézi a gyermekvédelem ezer sebből vérző intézménye. Halkó Petra, a 21. század intézet vezető elemzője. A gyermekek szellemi és erkölcsi biztonsága nemzeti ügy. Magyarország kormánya példátlan felhatalmazást kapott a magyar társadalom részéről arra, hogy a nemzetközi egyezmények hatékonyabb érvényesülését is elősegítve a magyar gyermekvédelmi törvény által e célért dolgozzon. Petra, ez a felhatalmazás, ez a gyermekvédelmi népszavazás? Gondoltam, ami egyszerre volt a választással. Így van. Egy időpontban, pontosan. De azt gondolom, hogy ott elég egyértelmű szavazás született, vagy állásfoglalás a magyar társadalom részéről. Ugye közel 3,5 millió fő fejtette ki a véleményét azzal kapcsolatban, hogy nem kívánják a szülők kezéből kivenni a gyermekeiknek a szellemi és erkölcsi nevelésének a kérdését. És én azt gondolom, hogy azért példanélküli ez a felhatalmazás, mert ugye nyilván nem a népszavazásnak a jogi érvényességére vonatkozóan mondom mindezt, hanem arra, hogy arra vonatkozóan, hogy a társadalom... Mert hogy jogilag nem volt érvényes. Jogilag nem volt érvényes, bár azért azt is hozzáteszem, hogy nem sok hiányzott ehhez, viszont arányait tekintve egy olyan hatalmas társadalmi tömeg állt e kérdés mögé, vagy e törvény mögé, hogy azt gondolom, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, hogy felhatalmazást adott mindehhez. De azért ez egy eléggé szűk értelmezés, legalábbis szerintem, aztán majd elmondják persze az asztalnál ülők, hogy mit gondolnak, hogy ezt nevezzük gyermekvédelmi népszavazásnak, mert hát ugye ez csak egyetlen területet érintett, az LMBTQ propaganda elleni védelmet, ha lehet így fogalmazni. Ez azért egy tágabb terület, nem? Anna? Sokkal, sokkal tágabb. A gyerekvédelem tulajdonképpen a gyerek megszületésével elkezdődik, és a család személyes védelmén túl a társadalomnak is biztosítani kell a gyerek egészséges személyiség fejlődéséhez testi, lelki, anyagi mindenféle alapvetése meg legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jóval tágabb dolog. És érzékeli azt egyébként, hogy Magyarországon ezt a tágértelmezést használják manapság a gyermekvédelem fogalmában? Én inkább egy nagyobb elbizonytalanodást tapasztalok, hogy egy kicsit az emberek elbillentek ebben, hogy most akkor a gyermekvédelem az az LMBTQ-val hozható össze, hogy ez azt jelenti, hogy az LMBTQ-t elfogadjuk, vagy sem, támogatjuk, vagy sem. Hát azért ez egy pici része a gyerekek védelmének, hogy mit gondolunk mi arról, és mit gondol a társadalom arról, hogy az LMBTQ-t hogy kell kezelni, hogy kell a gyerekek felé közvetíteni az ezzel való találkozást. Egyébként ez a legégetőbb probléma ma a magyar gyermekvédelemben? Azt gondolom, hogy az a kijelentés mindenféleképpen megállja a helyét, hogy az, hogy egy adott szabályozási környezetet kialakítunk arra, hogy a szexuális nevelést, és különös tekintettel az olyan szexuális nevelést, amiről ez a jogszabály szól, azt annak a célját és annak a személyi körét hogyan határozzuk meg, ez
gyermekvédelem. Ugye a gyermekekről szól, megvédi a gyermekeket bizonyos tartalmaktól. Ha visszamegyünk egy kicsit időben, hogy hogyan nézett ki az a jogalkotás, ami aztán ebben a gyermekvédelmi törvényben vett egy új lépést, vagy egy új fejezetet, akkor azt fogjuk látni, hogy maga a szexuális nevelésről szóló tartalom meghatározás, mint a szexualitásnak a bemutatása a médiában, az korábban is a jogszabály része volt. Tehát az, hogy itt egyes eseteket nevesítettek, az most egy speciális környezet. És én azt gondolom speciálisnak most ebben az egész kérdéskörben, hogy itt két terület áll egymással szemben, ahol a magyar jogalkotó hozott egy döntést. Az egyik esetben zajlik egy tájékoztatás a szexualitásról, a születési azonosságtól eltérő szexualitástól adott esetben. Tehát ez egy adott eset. Erre azt mondjuk, hogy ezzel kapcsolatosan kinek van joga tájékoztatni. Ugye ez az alapkérdés. Tehát mondhatjuk azt, hogy az intézményeknek, mondhatjuk azt, hogy a szülőknek. A szülőknek van egy neveléshez fűződő joga, ez egy nagyon fontos, az alapjogi karta által is elismert alapjog, tételesen ismert. Van egy másik alapjog, ami játszik ebben a történetben, a szexualitásról szóló önkifejezés, az azzal kapcsolatos tartalom közlés, például a médiában. Ez egy másik alapjog, véleménynyilvánítás. Itt a kettő valamilyen szinten kollízióban állhat. Amikor el kell dönteni azt a kérdést, hogy melyik jog erősebb, akkor ebben az esetben a jogalkotó úgy döntött Magyarországon, hogy az az erősebb, amikor a szülőknek van joga tájékoztatni a gyermekeket arról, hogy mi a szexualitás, mi annak az iránya, mi az, ami ebben az ő esetükben, tehát ők a kellő érettséget elérik, azzal kapcsolatban, hogy ők információt osztanak meg, és ez ugye nem feltétlenül egy intézményi környezetre tartozik. De nem káros-e bármilyen mértékben az, hogy mondjuk ennyire ideológiai síkra terelődik a gyermekvédelem, és hogyha ezt a szót halljuk, akkor szerintem a többség a tévé előtt is arra asszociált, hogy akkor most az LMBTQ propagandáról fogunk a meseország mindenkiéről, vagy valami ilyesmiről beszélni. Megpróbálom szétszállazni a kérdést. Kezdeném ott, hogy amióta a gyermekvédelminek nevezett törvény hatályba lépett, ugye miniszteri engedélyhez kötött az, hogy mely civil szervezetek folytathatnak szexuális felvilágosítást az iskolákban. Tudtam, amíg mióta ez a hatályba lépés megtörtént, egyetlen szervezet sem kapott erre engedélyt, tehát azóta ez a tevékenység nem történik az iskolákban. A következő fontos kiemelendő pont az az, hogy akárha a hazánk által is ratifikált ENSZ gyerekjogi egyezményt nézzük, vagy egy sor bármelyik gyerekjogi egyezményt, vagy úgy általában gyerekjogi szemlélettel gondolkodunk ezekről a kérdésekről, akkor az kijelenthető, hogy a gyerekeket leginkább úgy lehet megvédeni, hogyha kellő információ birtokában vannak. Legyen szó akár beleegyezésről, hogy mikor mondhat ő nemet, mi mindenre mondhat ő nemet, mi mindent nem kell neki elviselnie. Tehát alapvetően a jogairól a gyereknek muszáj tudnia ahhoz, hogy egy bármilyen fokú védelemről beszélhessünk. De most ön arra céloz, hogy ezt a jogát, ezt nem élheti meg a gyermek? Mindjárt eljutunk oda is. De igen, hogyha ezekről a jogairól ő nem hall, akkor neki alapvetően sérülnek a jogai. Ha ezt a jogot, a szexualitásról való beszélgetést, a felvilágosítást, a jogairól való, vele való beszélgetést kizárólag a szülők felségterületeként jelöljük meg, akkor a társadalmi szakadékokat is megnöveljük egyúttal, hiszen például a szegregátumban az az anya, aki még a harmadik gyerekénél sincs tisztában azzal, hogy mitől lesz terhes egészen pontosan, hogyan is tudná megvédeni a gyerekét ettől, és akkor a következő szálra ugranék, ami maga az LMBTQ, hogyha már köré szerveződik a kormány megközelítése, vagy az általa szorgalmazott diskurzus propaganda, ki minek szereti nevezni. Az tudományos álláspont, hogy a populáció, tehát a föld populációja, nem csak a magyarországi, hanem a föld populációjának hozzávetőleg egy olyan 10%-a LMBTQ közösség tagja, vagy LMBTQ érintett. Na most ez azt jelenti, hogy egy átlagos, hát sajnos 33 fős egy átlagos magyar iskolai osztály, ez azt jelenti, hogy legalább 3, de akár 4 LMBTQ gyerek is lehet egy osztályban. Ha ezek a gyerekek nem hallanak a jogaikról, nem hallanak arról, hogy velük a világon nincsen semmi baj, és az, hogy ők kit szeretnek, amiatt ők nem stigmatizálhatóak, mi több szeretni egy jó dolog alapvetően, és nem arra neveljük őket, hogy ezzel békében és harmóniában tudjanak élni, akkor az ő jogik is elég súlyosan sérülnek. És hát azt hiszem, hogyha ezt a kérdést nem a kellő komplexitásban vizsgáljuk, és nem vált óvodásokról beszélgetünk, ami hozzátenném, hogy a populációnak a 4000-eléke transznemű. Ez egy nagyon-nagyon pici szám, de azért Magyarországon is pár 10 000 embert minden esetre jelent.
De én azért jó pár éve foglalkozom jogvédelemmel, jó pár éve ez a terepem, én még soha sehol nem találkoztam, sem itthon, sem külföldön olyan jellegű propagandával, hogy bárkit, bármilyen közegben, bármelyik gyereket, bárki arra biztatná, hogy ő váltson nemet. Mindössze arról van szó, hogy figyelembe kéne venni azt, ha gyerekjogi szempontok vezérelnek minket, gyerekjogi megközelítés lenne a célunk, hogy ennek a 4000-eléknyi gyereknek is joga van ahhoz, hogy ne érezze magát egy stigmatizált, egy szégyelni való emberi lénynek, hanem ugyanolyan emberi lénynek érezhesse magát, mint az összes többi. És hogyha azt vesszük, hogy ez a 10%-nyi csoport, gyerek, ők ráadásul eleve sérülékeny csoportot alkotnak. Tehát az LMBTQ emberek Magyarországon, még a most hatályos törvények szerint is, sérülékeny csoportot képeznek. Tehát az ő emberi jogaikat különös érzékenységgel hivatott védeni a jog és a törvény. Hát meglátjuk, most készül egy új törvény, vagy egy szigorított törvény. Most azt nem tudom, hogy mit fog jelenteni, de ugye Varga Judit bejelentette ezzel kapcsolatban valamit. Most meghallgatjuk. Az Európai Bizottság arra hivatkozva támadja a gyermekvédelmi törvényt, hogy az nem egyeztethető össze az uniós, audiovizuális és a szolgáltatások szabadságára vonatkozó szabályokkal, de jól tudjuk, hogy valójában alaptörvényünk értékeit veszik célba. Sajnálatosnak tartom, hogy vezető európai politikusok már azelőtt véleményt formáltak a gyermekvédelmi törvényről, mielőtt érdemi párbeszédet folytattak volna a magyar hatóságokkal. Az egyre nagyobb teret nyerő woke ideológiát üdvözlő erőknek sikerült 15 uniós tagállamot meggyőzniük, hogy lépjenek fel Magyarország ellen a folyamatban lévő uniós bírósági eljárásban. De ezzel csak azt érték el, hogy nyilvánvalóvá vált az Európai Unión belüli mély megosztottság. Magyarországon lesz a legszigorúbb gyermekvédelmi szabályozás Európában, mert számunkra nincs kompromisszuma a gyermekvédelemben. Nehéz ezt előre megmondani, de mégis lehet sejtése talán az asztal körülülőknek, hogy miben kíván szigorítani az igazságügyminiszter. Bevallom, nem tudom. Tényleg nem? Alapvetően nem. Tehát nekem számomra tartalmilag nem derült ki, hogy itt a szigorítás az milyen technikával, vagy milyen szabály. Meg hogy kár is talán arról beszélni, amit még nem mutattak be, tehát hogy én most így lehet, hogy maradnék annál, amiről már tudunk, hogy létezik. És én pici pillanatra visszakanyarodnék arra, amit elhangzott a jogokkal kapcsolatosan, hogy miért gondoljuk azt feltétlenül, hogy akkor lehet csak jogot védeni, hogy ezt egy intézmény keretei között tesszük. És mondok egy esetet, ami az én környezetemben történt meg, ugye 12 évig Brüsszelben éltem, mielőtt most itt, és ugye Brüsszelben ismert módon összetett kulturális közeggel találkozik az ember, és ugye iskolákban zajlik szexuális felvilágosítás, zajlik figyelemfelkeltés, születési nemtől eltérő identitásra is, hogy ez egy összetett csomag Belgiumban, az iskolákban. És ugye ebben az esetben például egy viszonylag jó kerületben levő iskolában volt egy petíciós szervezés azzal kapcsolatosan, hogy a szülők, akik ugye nem európaiak voltak, hanem ugye bevándorlók, illetve ugye éppen az állampolgárság megszerzése folyamatban volt, azt kérték, hogy ők ezt nem szeretnék, ha ez az iskolába történne. Történjen a családban. És ők abban is partnerek voltak, hogy ők, mint szülők, bemennek és részt vesznek bármilyen oktatásban, de a gyerekeiket ne vegyék ilyen tekintetben egy kalap alá, mert hogy adott esetben mondjuk egy vallási közösség más elveket vall ezzel kapcsolatosan, mint egy másik. És hogy ennek nincsen, tehát nincs helye az általánosításnak. Ez egy megtörtént eset. De Magyarországon látunk egyébként arra a törekvést, hogyha nem intézményes rendszerben bent az iskolában, de a családban legalább megtörténjen ez a felvilágosítás. Én azt gondolom, hogy ki nem zárja semmit, tehát hogyha civil szervezetek szeretnék edukálni a szülőket, akkor arra van lehetőség. Tehát ez egy potenciális irány, ahol ki lehet mozogni. De ezt, hogyha ez? Számomra az. Tehát, hogyha ha abból indulunk ki, hogy az okozza a konfliktust, hogy egy szülő nincsen abban az állapotban, hogy felvilágosítsa a gyerekét, vagy nem tudja, hogy mitől lesz terhes, vagy nem tudja, hogy mi mondjuk az LMBTQ, akkor fel lehet világosítani. Tehát jöhet a civil szervezet, és mondjuk a saját tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy milyen irányok vannak, beszámolhat arról, hogy hogyan ideális ez. Kérdeznék, ha lehet, hogy intézményi keretek között ez viszonylag biztosított, és logikus, hogy az intézményben ott van a gyerek, tehát lehet vele beszélgetni.
a szülőket elérni, akár egy civil szervezet számára, hát ugye ők nincsenek összegyűjtve, tehát legfeljebb szülői értekezleten nyílhatna erre lehetőség. Tehát hol válik életszerűvé az, hogy a különböző civil szervezetek, tehát mondjuk akár a Hintalovon alapítvány, amelyik ugye szintén a gyermekvédelmi törvény óta nem jut el a szakmai anyagaival sehol sem, hogy akkor ez miképpen válik lehetséges, hogy a szülők elérése, tehát a civil szervezetek munkája, az hogyan, tehát hogy akkor én nem tudom elképzelni, úgyhogy ez egy kérdés, őszinte kérdés, hogy hogyan lenne ez lehetséges, sőt várom a tippeket, mert... De bocsánat, a gyökere a probléma, tehát a szándéknak nem a civil szervezeteknél kell megszületnie, hanem a szülőnél, hogy ő civil szervezetek segítségét szeretné kérni a gyermekének a nevelésében és különféle témákban való tájékoztatásában. Nem a civil szervezet dönt arról, hogy mikor, hogyan, milyen témában, hogyan szeretné tájékoztatni, vagy felhívni a kiskorú gyermeknek a figyelmét bizonyos kérdésekre és témára. Tehát így totálisan más látószögből érdemes nézni ezt a kérdést, mert ez a törvény erről szól. A szülők kezében van a döntés. Ennek a megerősítését egyébként, ami számos nemzetközi egyezményben is megfogalmazásra került már, az említett Európai Uniós Alapjogi Chartától kezdve a New York-i egyezményen át, számos nemzetközi egyezményt tudunk ide sorolni, amelyek ezt a jogot rögzítik a szülők számára. De ha én nem tudom, hogy tudásdeficitben vagyok, tehát például az nem tudom, hogy probléma az, hogy nem tudom, hogy mitől leszek terhes, meg mikor a gyerekem mitől fogant meg, akkor honnan is tudnám azt, hogy nekem szükségem van egy civil szervezet segítségére, amelyik... Elnézést, most itt közbeszólnék egy picit, mert hogy Annának nyilván személyes tapasztalata is van arról, hogy a szülők mennyire vannak tisztában a jogaikkal és a lehetőségeikkel, és mennyire életszerű az, hogy ők keresnek meg egy civil szervezetet, hogy segítsen a gyereküknek. Nem kell, tehát azok a nehezített sorsú kamaszok, akikkel én találkozom, meg az az intézmény, amit én ismerek, ott biztos, hogy a szülők nem keresnek, oda kell vinni. Tehát erre szolgálna a biztos kezdettől kezdve, és ezt mégiscsak leginkább, hát mondhatnám a védőnői hálózatot is akár, tehát hogy oda kell vinni a szülőhöz, és elmondani neki, hogy ha ilyen problémája van, ide tud fordulni, vagy ebben tudunk segíteni önnek. Tehát, ez megtörténik Magyarországon ebben a témában? Eset helyenként megtörténik, inkább így mondanám. De mondjuk, ha már az én példáimat, régebbi növendékünket az anyukája rendszeresen eladta. És a gyerek teljesen ki volt borulva, nem értette, hogy mitől lett terhes. Tehát miközben tárgyként használták, azon közben fogalma nem volt erről a folyamatról, és hogy most akkor mi történik vele. Hosszú a történet, a lényege az, hogy mire sikerült nekünk segíteni, meg megszületett a baba, akkor meg is halt bölcsőhalálba, de hogy ez egy hosszú munka volt, hogy annan, hogy ő verte a hasát, hogy mi került ide, addig, ameddig azt mondta, hogy hát akkor nagyon jó, hogyha lesz nekem egy gyerekem. Tehát ezek és ez egy intézmény. Történt. De lehetne úgy is, hogyha a védőnő ki tudna járni sűrűbben az ilyen családokhoz, hogy ott helyben megadja ezt a segítséget. De ez mindjárt egy állami szolgáltatás lenne, tehát a védőnői hálózat az ugye alapvetően egy állami szolgáltatás. Igen. De ugye a védőnői hálózatnak is rendkívül szűkösek az erőforrásai, a civil szervezetekről nem is beszélve, a civil szervezetek erőforrásai a legszűkösebbek, tehát az, hogy önerőből a civil szervezetek eljussanak akár a zsákfalvaktól kezdve szegregátumokba bárhova, ez valóban nem életszerű, hiszen az iskolákba sem tudtak már korábban sem eljutni mind. Létezik olyan tájékoztatás, amiben kap szexuális felvilágosítást mondjuk az ilyen helyzetben lévő szülő és gyermek, viszont egyáltalán nem érintik a homoszexualitást. Mert lehet, hogy ez megfelelne. Már nincs olyan szexuális nevelés egyébként, ami az LMBTQ témákra lenne kihegyezve. Arányosan érintette mindeddig is az összes ilyen jellegű foglalkozás a témát. Annyiban arányosan, hogy igen, 100-ból 10 ember érintett ebben a kérdésben, és őket is el kell fogadni, hiszen az esélyegyenlőségi törvény, ami jelenleg is hatályban van, ezt eléggé szigorúan jelöli ki, hogy senkit nem érhet semmiféle hátrány azért, mert a szexuális orientációja, vagy akár egyébként identitása eltér a többségitől.
Mi az oka annak, hogy ennyire szigorú a kormány ebben a kérdésben? Én azt gondolom, hogy azért, mert elég intenzívek azok a behatások vagy folyamatok, amelyek a gyermekeinket vagy kiskorú gyermekeket célozzák manapság. De egyébként most, ha jól értem, ugye a civil szervezetekkel egyébként ebben a kérdéskörben az a probléma, hogy ugye ott nem tudjuk ellenőrizni, hogy kik fogják mégis tájékoztatni a gyerekeket a bizonyos kérdésekben. Tehát ott semmilyen előírás nincs egy civil szervezetnél, hogy ilyen és ilyen végzettséggel, képesítéssel lehet csatlakozni, és csak és ő, és kizárólag ő taníthat, vagy oktathat, hívhat fel bármire is figyelmet egy gyermek esetében. Még ugye a védőnői és egyéb hát állami finanszírozású területeken azért ez nyilvánvalóan másképp van, de jól értem, a civil szervezeteknek ugye nincsen finanszírozási problémája akkor, tehát ők meg tudják oldani, hogy ki menjenek. Ezt tehát én itt valahogy, hát ezt tettem össze ahhoz a vonatkozóan, hogy a védőnök ezt nem tudják megtenni, ezért a civil szervezetekre hárul ez a feladat. Na most ugye az a probléma, hogy a civil szervezeteknek többek között a kompetenciáikat tekintve a finanszírozásuk sem teljes mértékben átlátható. De egyébként egy pár gondolattal előrébb meg. Ez alapvetően, hogyha én... mondjuk a Három Királyfi, Három Királylány alapítványra és az összes többire is, és akkor ennek az oka... Én nem válogatom a... Nem, csak ugye az az érdekes, hogy akkor ezzel azt mondja, hogy tulajdonképpen az összes magyar témával foglalkozó, terepen dolgozó civil szervezet ilyen szempontból megbízhatatlan, hiszen miniszteri engedélyt még egyik sem kapott. Én nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy miniszteri engedélyt még nem kaptak. Tehát gondolom, ott megvan az a megfelelő eljárás szempontrendszer, amely alapján értékelik a civil szervezeteket. Én ebben nem vagyok. Ez feltételezés vagy kijelentés? Mondom még egyszer, hogy én ebben nem tudom megmondani önnek, hogy mik a szempontrendszerek, amelyek alapján értékelik a civil szervezeteket, de hát gondolom majd azért csak lesz olyan, amelyik ezt megfelelően tudja majd kezelni, hogyha és amennyiben ez az elképzelés, hogy őket ebbe be akarják vonni ebbe a folyamatba. De hát a kritériumok sem tisztázottak, akkor miképpen? Hát a kritériumokat még egyszer mondom, tehát nem tőlem kell, tehát én nem vagyok hát nem is lehet tudni, mert hogy ezek nem nyilvánosak, nem nincs egy hozzáférhető kritériumrendszer, amelynek mentén a civil szervezet tudná, hogy minek kell megfelelni. Befejezném a gondolatmenetemet előtte, ha megengedi, tehát amit még egy jó pár gondolattal ezelőtt szerettem volna elmondani, mert hogy ugye itt súlyos tévedés történik szerintem az olyan értelemben, hogy a gyermekvédelmet azt itt bárki is az asztalnál, vagy akár a kormány részéről leszűkítenék erre a kérdéskörre. Most ez egy intenzív területe a gyermekvédelemnek, ez tény és való, és nagyobb hangsúly terelődik rá a média által is, és így tovább. De a gyermekvédelem területén egy teljes paradigmaváltás történt egyébként 2010 óta. Legfőképpen azért, mert a gyermekvédelmi modellek tekintetében kétféle modellről beszélhetünk Európában. Van egy nyugat-európai modell és egy kelet-közép-európai térségbeli modell. A kettőben az a különbség, hogy a nyugat-európai modell kevesebb intézményi fókuszt ad. Tulajdonképpen pontosan az intézményekről veszi le a terhet, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a családokra, a családokban gondolkodnak. Ez ugye nyilvánvalóan az inverze vagy ellentéte a közép-kelet-európai térségben, és 2010 óta azt látjuk, hogy a kormány a családokra próbálja helyezni a hangsúlyt, ott kívánja megteremteni azt a környezetet, mind gazdasági... Akkor ez most azt jelenti, hogy a nyugat-európai modell felé elindult a... Itt most a gyermekvédelmi kérdésekről beszél. Igen. Itt erről egyébként egy nemzetközi tanulmányban gyermekvédelmi intézkedéseket tekintve, ott igenis van egy ilyen jellegű, hát mondjuk úgy beágyazottság. De közben az az ember benyomása, mint hogyha a nyugat-európai rendszerrel vitatkozna közben, miközben átveszi? Nem, pont, tehát a gyermekvédelmi kérdésben az intézményekről vannak intézmények, de én itt most a gyermekvédelmi intézményeket szeretném előtérbe helyezni. Az, hogy az oktatási intézményekben hogyan és miként tudnak bejutni Nyugat-Európában nagyobb mértékben civil szervezetek, az megint egy más jellegű kérdés, de a gyermekvédelem kérdésen belül az OTA sorakoztatott intézményeken belül igenis ez a fajta hozzáállás jellemzi egyébként Nyugat-Európát, vagy jellemezte legalábbis eddig Nyugat-Európát, és ezt a fajta hozzáállást kívánt a Magyarország is elsajátítani akkor, amikor a családokra helyezte inkább a hangsúlyt. Jó. Tartunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk egy kicsit már más témával, de még mindig gyermekvédelemmel. Folytatjuk a csatot, a téma gyermekvédelem, és némi meglepetésemre megtudtuk az első rész végén, hogy nyugat-európai módszereket is alkalmaz most már, vagy szándékozik alkalmazni a magyar kormány a gyermekvédelem bizonyos területeiben, már a módszereket illetően. Hát most jön néhány statisztika, ami szerintem legalábbis azt mutatja, hogy azért van még hova fejlődni, aztán persze majd erről vitáznak a vendégek.
A Varga Judit igazságügyi miniszter által Európa legszigorúbb gyermekvédelmi szabályozásaként beharangozott törvénytervezet kapcsán végigvettük a vonatkozó statisztikákat. Az eredmény lesújtó. Magyarországon uniós összehasonlításban és korábbi önmagához képest is rossz állapotban van a gyermekvédelem. 10 év alatt 18%-kal nőtt a családoktól elszakított nevelésbe vett gyermekek aránya, 14.000-ről 16.000-re bővült a gyermekpszichiátriai esetek száma, és az Európai Unió átlagánál 2-3-szor több a 18 évesnél fiatalabb anyák aránya. Ezen felül, különösen a roma gyerekek körében aránytalanul magas az úgynevezett kiemelések aránya, vagyis amikor a veszélyeztetett gyerekek problémáját a hatóságok a családon kívül akarják megoldani. Ezeket így egybe gyűjtve hallgatni, olvasni nem különösebben jó. Anna, önnek van tapasztalata, látja, hogy mi történik. Tényleg ennyire ijesztő a helyzet? Elég nehéz, hogy finoman fogalmazzak, de hát az valamiről szól, hogy nem megy oda le a gyerekvédelem, mert nincs anyagi, nincs emberi forrása, mert ezeknek egy jó részét a kiemeléseknek meg lehetne előzni, ha el tudna jutni szakember a családokhoz, ha tudnának segíteni abban, hogy hova forduljanak, hogy mi segítheti a gyerek egészséges fejlődését. Én azt gondolom, hogy az utolsó lépés kell, hogy legyen, hogy egy gyereket kiemelünk a családjából, mert a legtermészetesebb, a legjobb közege, a leginkább fejlődést szolgáló az a család. Első, másod, harmadsorban, és van, aki azzal vádolt, hogy én intézménypárti vagyok. Én nem vagyok intézménypárti, és azt gondolom, hogy úgy nem vagyok, hogy ha csak lehet, ne kelljen kiemelni egy gyereket. De annak meg a pártján vagyok, hogy ha már megtörténik ez, akkor olyan helyre kerüljön, vagy olyan körülmények közé, olyan nevelőszülőhöz, vagy olyan intézménybe, ami segít neki. Tehát, hogy ha csak lehet, és ha van erre kapacitás, akkor egy gyerek maradjon a természetes közegébe. De van erre kapacitás? Itt a gyerekjóléti alapellátásról van talán első körben szó, és utána a nevelőszülőkről, és utána a többiről? Hát gondolom, hogy nagyon függ attól is, hogy az ország melyik részében. Ha arra gondolok, hogy a nyugati megyékbe, Vas megyéből szinte alig kerül intézménybe gyerek, ott sokkal több valószínűleg a kapacitás, a szemlélet, én nem tudom pontosan, és az amúgy is hátrányos helyzetű helyekről, mint Borsod, vagy Szabolcs-Szatmár megye, onnan inkább kerülnek ki a gyerekek a családból, mert a családok maguk is nagyon rossz helyzetben vannak. Na most én láttam olyan kísérletet, ahol megpróbáltak ilyenkor, de ez csak kísérlet volt, hogy ilyenkor oda menni a családhoz, és a lehetőség szerint anyagi nevelés és mindenféle segítséget egy határozott ideig kapjon meg a család, és ezzel kibillenteni őt a hátrányából, és akkor utána lehet már útjára engedni. De ez nagyon sok emberi kapacitást igényel, sok anyagi fordulatot, tehát anyagi ráfordítást. Tehát azt gondolom, hogy elméletben tudunk mindenfélét arról, hogy mit lehet tenni, hogy ne kelljen kiemelni egy gyereket, de a gyakorlatban valaki azt mondta egyszer, hogy van egy 21. századi gyerekvédelmi törvényünk, vagy egy nagyon jó gyerekvédelmi törvényünk, csak nincs alatta egy ország, amelyik ezt tudná finanszírozni. Tudunk arról, hogy milyen tervei vannak ezen a területen a kormánynak? Arra kanyarodik vissza, mint felvezetés, hogy milyen kapcsolatban áll a gyermekvédelmi törvényről szóló vita a szociális ellátórendszerrel. Mert ugye ez alapvetően két külön sínen megy, de azért mégis van egy kapcsolat. És amilyen szempontból ezt elmondanám, az a per, amit az Európai Bizottság indított Magyarországgal szemben. Ugye indult egy kötelességszegési eljárás a gyermekvédelmi törvény miatt, és a bizottság beperelte Magyarországot, 15 tagállam perbe lépett a bizottság oldalán, és az Európai Parlament, és folyik a per. Másfél év mire döntés születik. Ugye mi történt emiatt a per miatt, meg a
gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos kifogások miatt az történt, hogy az operatív programok, amikből ugye finanszírozza az állam a szociális ellátórendszerek egy nagy részét, tehát temes részét, azok fel vannak függesztve. Ugye ez egy régi történet, decemberben döntött el az EU, stb. Ugye az a szituáció, ami most kialakult, az nagyon szerencsétlen a szociális ellátórendszerre nézve is. Ez a szemem előtt zajlik ez az egész dolog, hogy a nővédelmi és gyermekvédelmi krízis központokat történetesen pont abból az operatív programból finanszírozza a kormány, ami fel van függesztve a gyermekvédelmi törvény miatt. És elég nagy bajban vannak, mert hogy ugye költségvetést áttervezni azért a kormányban nem olyan egyszerű. 21 krízis központról van szó, ebből 4 Budapesten, a többi vidéken. Bajba került anyák és veszélyeztet a gyermekek ellátására vonatkozik. És keresik a forrást, hogy miből valósítsák meg, mert hogy ez a per el fog húzódni még másfél évig. Nagyon szerencsétlen ez a jogvita több okból a bizottság és Magyarország között, de ez a része ez egyenesen veszélyes, és pontosan erre a szociális ellátórendszerre. Ugye most pályáztak, próbáltak máshonnan forrást szerezni, ugye vannak közvetlenül és forrás programai, amiket kír az EU. A jogi és értékek programból van egy DAFNI, arra is lehet pályázni, tehát lehet próbálkozni, de hogy önmagában ezt a forrást ugye addig nem nyitja ki a bizottság. Azért kezdek nagyon megijedni. Amíg el nem döntik ezt a jogvitát. Mert hogy ugye a pedagógus bérekről már rég halljuk a kormánytól, hogy az ugye attól függ, hogy majd az EU-tól mikor kapunk pénzt, akkor a szociális ellátórendszer is attól függ, hogy mikor szűnik meg egy eljárás, és mikor kapunk pénzt. Hát ha minden az Európai Uniótól függ, akkor lehet, hogy nem kéne annyit vitázni. De most a viccet félretéve, hát vitázzunk, ha akarunk, vitázzunk, de hogy ugye itt a statisztikák 10 évre vonatkoznak. Tehát ez egy most folyó per, és itt azt mutatja a statisztika, most elolvasom, hogy 10 év alatt 18%-kal nőtt a családtól elszakított nevelésbe vett gyermekek száma, ennek ehhez a perhez biztos, hogy nincs köze. Most indul a per. Egy általános elszegényedéshez lehet köze. Na most Magyarországon a hatályos törvények szerint gyereket csak szegénység miatt családból kiemelni nem lehet. Tilos, ezt tiltja a törvény. Ehhez képest azt látjuk, hogy naponta emelnek ki gyerekeket a családjukból, csak azért, mert a család szegény. Szerető családokról beszélünk, ahol a gyereket biztonságos, harmonikus, szerető közegben láthatjuk, vagy láthatnánk, ha nem emelnék ki őket azért, mert ez a család történetesen olyan mély szegénységben él, ami valóban csorbítja a gyerek jogait, ez a típusú szegénység, hiszen hogyha cipőd nincs, hogy iskolába menj, vagy buszjegyre nincsen pénz, vagy sőt, még buszjárat sincs, hogy bejuss el az iskolába, akkor ezek azért eléggé súlyos problémák, de valóban ott kezdődik a probléma, hogy eleve miért emelünk ki gyerekeket a családjukból, a természetes közegükből, és aztán hova kerülnek, amikor ez a kiemelés megtörténik. Az állami gondozásban 400 forint egy gyerek napi étkeztetésére, ami jut összeg, 400 forint. Ebből kellene tápláló, jó minőségű élelmiszert adni a gyerekeknek, vitamingazdagokat, gazdag menüket, és így tovább, és így tovább. A nevelőszülői hálózatról elmondható az, hogy nagyjából kizárólag a pénz motiválja a nevelőszülőket arra, hogy ilyen feladatot vállaljanak. Az más kérdés, hogy így is, úgy is, tehát szerencsére azért vannak nagyon-nagyon kiváló nevelőszülők, akik nagyon-nagyon kiválóan csinálják, amit csinálnak, de a kritériumrendszer, hogy ki lehet nevelőszülő, hát ez sajnos nem éppen szakmai és nem éppen alapos. Arról nem is beszélve, hogy például csak most az elmúlt télen volt több eset, amikor nagyon szoros kapcsolat alakult ki a nevelt gyerek, és ugye a nevelőszülőségnek nem célja az örökbefogadás, ez tény, de ha kialakul egy mély kötődés a nevelőszülő és a nevelt gyerek között, akkor a gyerek érdeke az, hogy ő maradhasson ebben a közegben, ha és amennyiben a nevelőszülő szeretné őt örökbefogadni. Több olyan eset is volt most tényleg nagyon rövid időn belül, amikor nem engedélyezte ezt a bíróság, hogy a gyerek ott maradhasson. Ez eleve sérült gyerek. Tehát olyan gyerekekről beszélünk, az a gyerek, akit... Ennek mi volt az oka? Hát nyilván valamilyen jogszabályra hivatkozott. Érthetetlen. Nem. Az az oka, hogy a nevelőszülőség nem arra való, hanem hogy egy ideig nevelje. De ez egy nagyon rossz szokásjog, amit megőriztek. Tehát ha örökbe akar fogadni, akkor ez egy másik menet. És nem szokták engedélyezni. Van nekünk egy pár gondolatunk egyébként a nevelőszülőkről is, úgyhogy most ezt megmutatjuk. Jelenleg nagyjából 6000 nevelőszülő dolgozik Magyarországon, ez azt jelenti, hogy eleve 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből.
nincs komolyabb alkalmassági vizsgálathoz kötve, hogy kiválhat nevelőszülővé. Szabó szerint miközben Nagy-Britanniában nemzetbiztonsági átvilágításhoz hasonlóan szigorú a válogatás, addig Magyarországon előfordul, hogy hangos bemondós autóval keresik a nevelőszülőnek jelentkezőket szegényebb vidékeken. Az ombudsman jelentése szerint a nevelőszülőket sok esetben csak anyagilag teszi érdekelté a gyermekek befogadására a kormányzat. A nevelőszülők háromnegyede leszakadó, hátrányos helyzetű régiókban, észak, illetve észak-kelet Magyarországon él. A nevelőszülők felkészítése során semmilyen egységes képzés nincs, a támogatói rendszert ugyanakkor központosították. A leszakadó régiókban a nevelőszülőknek gyakorlatilag lehetetlen a megfelelő gyermekvédelmi központokhoz eljutni támogatásért. Ezt egészen szörnyű volt hallgatni, tehát ilyen kocsikról krumplit szoktak árulni, és nem nevelőszülőket szoktak keresni. Hogyha ez tényleg így van Magyarországon, az óriási gond. Hát én ezt erősen kétlem, hogy így lenne Magyarországon. Persze én sem vagyok mindenhol ott, de hogy azért itt önmagában rendkívül sok csúsztatás figyelhető meg ezekben a kijelentésekben. Legfőképpen azért, mert elég konkrét törvény előírása van annak, hogy ki és mikor lehet nevelőszülő. Ugye be kell töltse 24. életévét, a befogadott gyermeknek és a szülő között legalább 18 év, legalább 50 év különbség lehet csak. Erkölcsi bizonyítványt kell benyújtani arról, hogy nem büntetett előéletű, nincs eljárás alatt, sőt, mi több, az egyháztartásban élők sem vétettek a törvények ellen. Orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak kell eleget tenniük, nem csak a nevelőszülőknek, de az egyháztartásban élő nagykorú személyeknek is. Képzést kapnak, UKE képzést kell végezni ahhoz, hogy nevelőszülő lehessen valaki. Ez egy 60 órás tanfolyam, hogyha... Igen, és fél évente továbbképzésen kell részt venniük. 2-3 hetente konzultáción kell részt venniük egy tanácsadóval. Minimum 3 évente vizsgálják felül a működési engedélyét a nevelőszülőknek. Szóval én azt gondolom, de egyébként a gyakorlat azt mutatja, hogy sokkal sűrűbben, ezt csak teszem hozzá, hogy egy elég komoly átvilágítási rendszer van jogilag és törvényileg biztosítva ahhoz, hogy megfelelő szülőkhöz kerüljenek, akár sajnos csak ideiglenesen is, de a gyermekek, és ellenyésző azoknak a száma, illetve aránya, akik ezt anyagi megfontolásokból teszik. Az Ágota Alapítvány végzett egy reprezentatív felmérést, amelyben a megkérdezett nevelőszülők csupán 3%-a mondta azt, hogy anyagi megfontolások vagy motivációk állnak annak a hátterében, hogy nevelőszülők legyenek, és ők is munkanélküliek voltak. 62%-uk úgy nyilatkozott, hogy a jó szándék, a gyerekekért való aggódás, a tenni akarás vezényli őket. És egyéb százalékokban pedig elsősorban ilyen egyéni motivációk, érintettségek alapozták meg a döntésüket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fals és hamis kép, amit sajnálatos módon a nevelőszülőkre szeretnének ráhúzni, mert egyáltalán nem erről van szó a nevelőszülők többségében. Tehát ez egy minőségbiztosított rendszer ön szerint? Én azt gondolom, hogy... Csak azért, mert most találtak meg egy 2 éves kisfiút a félholtrugával, a holttestét egy csomagtartóban, a nevelőszülő csomagtartójában. Egyetlen egy olyan országot sem fog tudni mondani, ahol nem fordulnak elő sajnálatos módon ilyen esetek. Senki nem azt mondta, hogy ez a rendszer tökéletes. Vannak benne biztosítékok arra, hogy mérsékeljék az ilyen eseteknek az előfordulását. Uh-huh. Anna? Nem, én csak azon gondolkoztam, hogy ez egy szörnyű eset volt a kisfiúval. Az is igaz, hogy az a szerencsétlen asszony, mert akármit is vétett, de szerencsétlen volt, ilyetében menekülőre fogta, de hogy erről elkezdtek levonni következtetéseket a nevelőszülőkről, ez egy elég nehéz történet. Ilyen is van, olyan is van, van nevelőszülő, aki kárpótlásul fogad gyerekeket nevelésbe, mert neki nem lehet egy gyereke, és már későn van örökbe fogadni, vagy a családból, vagy... Tehát sok oka van annak, hogy valaki nevelőszül, ezt én nem kétlem, hogy van olyan régió az országban, ahol ez azért is történik, hogy anyagilag valamennyire előbbre jussanak. Hát ezért lenne dolga annak a segítőnek, aki a tegyeszből kimegy, hogy ezeket figyelj, vagy a gyámhatóságtól, hogy ezeket mérje föl ott helyben, mert ezeket nem lehet papírforma szerint, nem lehet tanulmányi
úton megtudni, ezt úgy lehet, ha oda megy valaki, és ott tölt egy napot, két napot, nem tudom, és látja a szemével, hogy mi történik. Egyébként a nevelőszülők munkáját segíti többek között gyermekjóléti szolgálat, családgondozók, gyámhivatalok, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, védőnő, gyermekorvos, pszichológus és gyógypedagógus is. Igen, tehát ezek előírtak a törvényben. Szerintem Anna említette, hogy az egyik legjobb gyermekvédelmi törvény, egy 21. századi gyermekvédelmi törvény, csak hogy ha nincs pénz, akkor nem biztos, hogy ezek mind rendelkezésre állnak. Nem tudom, hogy mi a tapasztalat, hogy mennyire állnak rendelkezésre. Én olvastam interjúkat, amiben azt nyilatkozták szakemberek, hogy nem nagyon, de nem tudom, hogy ez így van-e. Hogy? Hát, hogy nem nagyon állnak rendelkezésre ezek a plusz szakemberek, akik segítenék a nevelőszülőket, akik a gyermekjóléti alapellátásban részt vennének. Igen, ez is nyilván régióként is változik, meg egy nagyvárosba könnyebb kimenni, mint amikor felszáll a távolsági buszra, és három községet látogat végig. Tehát sok oka van annak, hogy ez így alakul, meg annak is, hogy milyen a befogadó közeg. Tehát, hogy abba a faluba, vagy abba a szomszédsági viszonyba azt lehet mondani, hogy fogadjátok szeretettel, jött hozzám három gyerek, vagy én dolgoztam valami tanfolyamon nevelőszülőkkel, és azt mondta az egyik, hogy hát az ő fia az mindig úgy megy iskolába, hogy ne kelljen a nevelgyerekekkel, mert az iskolába kicsúfolják, ha ő a nevelgyerekekkel meg együtt, pedig az ő fia akár menne is, de hát hogy veszi az ki magát, mert ott abban a faluban ezt így. És ráadásul a védőnői hálózat lehetne a leghatékonyabb oszlopa a gyermekvédelemnek, különösen a hátrányos helyzetű régiókban. Csak hát amíg előfordul, és gyakran előfordul az, hogy például az eredeti családból, anyagi okokból emelnek ki gyereket, addig a védőnő nagyon sokszor olyan helyzetben van, hogy esélye sincsen elnyerni a helyiek bizalmát, hiszen attól félnek, hogy mivel ő ugye jelzőrendszeri tag, tehát neki az a dolga, hogy a jelzőrendszer felé jelezzen akkor, hogyha azt látja, hogy a gyerek egészséges fejlődéshez való joga sérül. Ezért nagyon sok esetben például a szülők nem együttműködőek a védőnővel, azért mert attól rettegnek, hogy azért, mert ők nagyon-nagyon szegények, ezért el fogják venni a gyereküket. Ezeket szörnyű hallani. Én még egy statisztikát azért itt visszahoznék az előző Szabó Tímea előtti bejátszásunkból, mégpedig azt, hogy a 18 év alatti anyák aránya 2-3-szor nagyobb Magyarországon, mint az Európai Unió átlaga. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Én majdnem, hogy azt mondanám, hogy ez szinte a harmadik világbeli ennek adat. Itt lehet némi összefüggés. Egyrészt ugye a szexuális nevelés hiányával, másrészt történt egy olyan, hogy 2012-ben a második Orbán kormány 12 évre szállította le a beleegyezési korhatárt. Ez azt jelenti, hogy aki a 12. évét betöltötte, azzal legálisan létesíthető szexuális kapcsolat, amennyiben a másik fél, az idősebb fél még nem töltötte be a 18. életévét, és 14 éves kortól pedig bárki, tehát egy 50-60 éves ember létesíthet szexuális aktust egy 14 éves gyerekkel, lássuk be, azért az még gyerek. Erre az indoklás az volt az akkori kormány részéről, hogy mivel a gyerekek a szexuális életet egyre korábban kezdik meg, ne büntessünk olyasmit, ami amúgy is megtörténik. Na most ennek van némi logikus alapja, de ha közben meg azt nézzük, hogy ez milyen csapokat nyitott ki, és hogy milyen módon lehetetlenített el azt, hogy a gyerekeket valóban megvédjük attól, hogy gyerekként gyerekük legyen, akkor nem egész. Én nem gondolom azt, hogy ez volt a helyes megközelítés, hogy 12 éves gyerekkel egy 17 és fél éves fiatal szexuális kapcsolatot létesíthet. Az pedig, hogy az általános iskolából most ballagó gyerekemet minden további és jogi következmény, és egyébként pont az az eset, ami hát érdekes volt az időzítés minden esetre, de ugye volt ez az eset, amikor egy pedagógiai asszisztens azzal dicsekedett egy videóban, hogy neki 15 éves, az iskolába járó 15 éves fiú a szeretője. Jogilag az egyetlen kifogásolható része ennek a történetnek sajnos az, hogy hierarchia szempontból nem
egyenlő a helyzet, az amúgy se tud az lenni egy felnőtt és egy gyerek között, de hogyha tanítja az illetőt, akkor azért ez nem oké, de egyébként egy idős férfi, akár egy fiatal 15 éves fiúval a hatályos magyar jogszabályok szerint minden további nélkül létesített szexuális kapcsolatot. Tehát ez szerintem egyébként a kormánynak egy óriási adóssága. Először is ott kezdeném, hogy ez, ha jól néztem, akkor egy hvg.hu cikkből lett kiemelve ez az adat. Én próbáltam, mert sajnos hivatkozást nem volt hozzá felkeresni. Ez egy 2015-ös, tehát majd 10 évvel ezelőtti Eurostat adat, amely egyébként a 20 év alatti anyákat mutatja be, ahol valóban az látszik, hogy az EU-s átlag 4%, Magyarország esetében ez 9%, de egyébként Magyarországon az első gyermekét váló nőknek az átlag életkora az 29,17 század év, ugye? Tehát azért hála az égnek nem ez a tömeges jelenség. Ahhoz viszont sajnos tudok csatlakozni, hogy bár társadalmi vonulatokból, vagy vonulatokra alapozva hozták meg ezt a döntést, hogy lejjebb viszik a ilyen szexuális kapcsolatoknak a létesítésének a korhatára, de ez valóban nagyon veszélyes. Hát esetek előtt nyitotta meg a kaput. Ráadásul én azt gondolom, hogy ez egyetlen egy csoportnak a jogait bővítette, a pedofilokét. Tehát, hogy én ezért tartom ezt nagyon problémásnak, ezt a korhatárnak a levitelét, mert habár valóban ott vannak ezek a társadalmi jelenségek, amelyek alátámasztják azt, hogy már jóval fiatalabb korban kezdenek meg fizikai értelemben is ismerkedni szexuális témákkal a fiatalok, azért sajnálatos módon látjuk, hogy nagyon komoly visszaéléseknek tud fontos ezzel. Aláhúzni azért azt a tényt, hogy a legtöbb gyereket használó személy nem pedofil, sem a szó klinikai értelmében semmiképp. 90 fölötti százalékban, akik gyereket használ, egyszerűen azért teszi ezt, mert a gyerek hozzáférhető, és a lebukás veszélye jóval alacsonyabb, mint hogyha egy felnőttet próbálna a beleegyezése nélkül szexuális célra használni. Úgyhogy ez egyrészt szerintem nagyon fontos. Más kérdés az, hogy a 14 éves, tehát hogy a pedofília az ugye azt jelenti, hogy a prepubertás, tehát a nemi érését még el nem ért, azt meg nem kezdett gyerek iránt, és csak is az iránt vonzódó felnőtt. Na most itt az például, hogy 14 éves gyerekekkel, vagy ugye előbb említett például 15 éves gyerekkel felnőtt létesít szexuális kapcsolatot, ez a szó klinikai értelmében nem pedofília, és ebben az a nagyon szomorú, hogy pedofilból viszonylag kevés van, gyereket használó, illetve a lebukás veszélye ennek alacsonysága miatt, illetve most már a törvényi korlátozás lazasága miatt gyereket használók száma annál nagyobb. Ez jogilag nem megkülönböztethető, vagy igen? Hogy valaki klinikai értelemben pedofile? Vagy amúgy. Nem is ez a lényeg, de egyébként nem. Csak szerettem volna hangsúlyozni, hogy eleve rendkívül életveszélyesnek tartom összemosni a pedofiliát az LMBTQ közösséggel, az LMBTQ emberekkel. Különösen veszélyesnek tartom, voltak ilyen vadhajtások is, hogy LMBTQP, de a kormány propagandájában erősen jelenik meg azt, hogy összeköti az LMBTQ tematikát a pedofil tematikával, és ez életveszélyes, különösen, hogyha nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy gyereket szexuális célokra jellemzően nem pedofilok használnak, hanem bármilyen rokon, aki hozzáfér a gyerekhez, ez a legegyszerűbb definíciója. Hogy akiben a szülők hallani, megbíznak. Ez a szóhasználat kicsit engem bánt, de ez, hát ez hogyha így van, akkor mert így azt nem mondhatjuk, hogy szeretkezik vele, mert ugye ez ugye nem lenne igaz, megerőszakolja, az még lehet egy alternatívája. Akár... Én dolgoztam egy ideig pszichológusként, nem a fiatalokkal foglalkoztam, hanem a velük foglalkozó felnőttekkel, de ott olyan fiatal lányok voltak, akik 18 év alatt szültek. És nagyon gyakran lehetett azt tapasztalni, hogy egyrészt a szexuális felvilágosítatlanság miatt, mert hogy azt gondolták, hogy majd csak lesz valami, majd csak történik valami, és nem mentek ezen tovább, hogy akkor minek kéne történni. És hogy azok a
lányok, ezt meg is szüntette aztán az az intézet, akiknek a gyereke nagyon hamar bekerült csecsemő otthonba, azok aztán nagyon hamar le is mondtak. Attól, hogy fizikai távolság volt köztük, hogy látogatni kellett, hogy nem tudom mi. Tehát, hogy ezért jött létre az anya otthon, ahol egy évig lehetett maradni a gyerekkel, mert aztán már egy gyereknek se nagyon jó egy ilyen intézményben lenni, de hogy nagyon sok múlott azon, hogy közben sikerült egy kinti kapcsolatrendszert fölépíteni, hogy volt-e hova menni. Mert aki anya otthonba ment, az nagyon gyakran aztán le is tett. Hát visszaértünk egyébként oda, ahol kezdtük az adást a felvilágosításhoz. Ennyi fért a mai csatba. A chat.2-vel jelentkezünk majd pénteken 21 óra 55 perctől. A hagyományos csat, tehát ez, amit ma is láttak, ez pedig jövő héten ugyanebben az időben jelentkezik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!